Idén mintegy 78%-kal növekedtek a beruházási költségek Szabadkán. A fejlesztésekre fordított pénzösszeget az önkormányzati források mellett köztársasági és tartományi támogatásból biztosították. A város bevétele is pozitív mutatókkal szolgál 2015-ben. Ami a legnagyobb bevételi oldalt illeti, a jövedelemadóra vonatkozóan, illetve a vagyonadóra vonatkozóan itt növekednek a bevételező önkormányzata, ennek a függvényében reális lehetőséget látok arra, hogy a költségvetés stabilan tudjuk tartani. Az, hogy teljes egészében a bevétel és a kiadási oldalt egyenlegbe tudjuk-e tartani, az mindig egy nagyon kényes kérdés. A Demokrata Párt ezúttal is téves lépésnek és veszélyesnek tartja a kiadások megnövelését. Mi hiszem, hogy egy jó kúta strana prihoda preoptimistična, jer ukoliko bi se ostvarili rashodi koji proističu iz tog uvećenog prihoda, u tom slučaju se dovodi opasnost da budžet umjesto planiranih 201 milion deficita naraste na preko 300 miliona deficita. A városi képviselőtestület ülésén kisebb vita alakult ki annak kapcsán, hogy Szabadka egyes kommunális közvállalataiban növelhetik-e a foglalkoztatottak számát. Zakonski, ako preduzeće likvidno i ako može da to izdrži, onda je to potpuno zakonski i prijem je potpuno opravdan, ako postoji upražnjeno radno mjesto. Međutim, i za upražnjena radna mjesta gdje postoje, vlada je spriječila i zaustavila prijem da vidimo dokle kako može preduzeće poslati bez svih tih, pošto je puno ljudi u administraciji. A Városi Képviselőtestület 32. rendes ülésén a többi között a Városi Vagyonjogi Ügyészség 2014. évi munkájáról szóló jelentést és a közcsatorna hálózatról szóló rendeletet is megszavazták.